Sziasztok, Holtfarkasok, és üdvözöllek titeket az első, nem is tudom, minek nevezzem videómba. Most, hogy délután próbáltam aludni és felkészülni az éjszakai műszakra, hát egy kicsit sikerült, de támadt egy nagyszerű ötletem. Miután mi már tudunk programozni, így van, a programozás összes alapjait megtanítottam, ugye tudunk osztályokat csinálni, objektumokat, metódusokat, változókat, ciklusokat, elágazásokat, ebből épül fel minden program. Ezért kitaláltam, hogy csináljunk egy saját működő programot. Igen, ám, de tudni kell rólam, hogy bizonyos esetekben nem mindig vagyok beszámítható. Jaj, ez nem kell nekem, ezeket el is kéne már törölnem. És bizony, vannak hülye ötleteim, hát ez egy lesz ezek közül. Ugyanis azt találtunk ki, programok? Nem program, mi legyen? A őrültsége. Azt találtam ki, hogy csinálunk egy csirke programot. Csak így simán csirke. Úgyhogy szépen neki is állunk, ha már van ekkora tudásunk, akkor itt lesz az idő, hogy kezdjünk is vele valamit. Megalkotjuk a csirke objektumot. Léma, mi van a billentyűzetemen? Na hagyjátok nyit az ablakot, mindenféle bogár beköltözik, főleg itt vidéken. No, klassz, csirke. Úni. Természetesen a megfelelő dolgokat be is kell állítani. Language. Java, úgy. Na most, milyen lehet egy csirkének? Van neki neve. Privát string neve. Úgy. Aztán milyen lehet neki? Más nem akarunk tudni a csirkéről. Igen. Viszont lesz lehet neki egyéb dolga is, például cselekvései. Adunk neki egy úgynevezett public void, mit csinálsz, metódust, és megírjuk a csirke cselekvéseit. Mi csinál egy csirke? Kapirgál. Na. Aztán mi csinál még? Tojik. Jól megbonyolítom. Csak hogy jó legyen nekünk. Aztán mit szokott még egy csirke csinálni? Hát természetesen mi csinál egy csirke? Butaságot. És a legutolsó, amit egy csirke csinálni szokott, az a költés. A TOEIC és a költés nem ugyanaz, hadd ne kelljen elmondanom. Hoppá, ez nem absztrakt. Védjük és csináljuk is meg a metódusait. Töltsük fel adatokkal. Úgy, hoppá, oda nem kell a pontos vesző. System.out.println, úgy. Úgy.
Ide több dolgot is csinálhat. Én nem illesztettem, amikor már egyszer kimásoltam. De gyerre, megidézünk egyel. Így jobb lesz. Úgy. És a szondja. Mit szoktak még csinálni? Azt hiszem, hogy egyéb pontosan elég lesz. Ide pedig beteszünk egy random generátort. Azt mondja, kell nekem olyan. Úgy. Megcsináljuk a konstruktorját. Ennek viszont egy spéci konstruktor csinálunk, ugyanis legalább a nevét adják meg. Úgy a generátort létrehozzuk. Úgy, ez is meg volt egy fél pillanat. És itt is vagyok. Elnézést kérek, az a helyzet, hogy allergiás csak egy rakat fél virágporra, és úgy gondoltam, hogy nem kéne a videóimba órot fújni. Nos, akkor hozzuk is létre egy olyan dolgot, hogy mit csinálsz. Ugye láthatjuk, hogy itt minden privát, tehát gyakorlatilag még a nevét se tudjuk megkérdezni. Ezért megírjuk, hogy legalább a nevét meg tudjuk. Azt mondja, public. Ennyire mélyen nem gondoltam bele, hogy ez hogy fog kinézni. Fejben sokkal egyszerűbbnek tűnt. Get név. És ez nem lehet void, mert hogy visszaadja a nevét. Úgy, jól írtam, jól írtam. Nagyszerű. Oké. Itt azt mondjuk neki, hogy van 1, 2, 3, 4. 4 változónk, ezért azt mondjuk, hogy létezik egy switch. Switch kész szerkezetet. Ctrl C. Legenerálunk egy számot. Azt hiszem, hogy nagy INT. Úgy, ez legenerál egy számot. 0 és 5 között. És feltöltjük ezekkel. Nem, mert akkor legyen 0 és 4 között. Nem 0 és... Hogy is 4 között? Igen, mert a 3 pörgeti el. Ha 0-as, akkor
Kapírgálunk. Úgy. Kapírgál. Ha egyes, akkor csinálunk egy olyat, hogy nem kapírgál, hanem tojik. Ha ez hármas, akkor butaságot. Ha pedig négyes, ezt át kell írnom ötre. Egy, az hogy 1, 2, 3, 4 metódusú van, de akkor 0. Ja, hogy kihagytam a 3-ast azért. Azaz a 2-est. 2-est, nagyon gyorsan szaladok. 3-as úgy. Default. Azt mondja. Pont print ellen. Úgy. Tökéletes. Megvan a csirkék. Mentés. Egyet följök. Új mappa. Nem is kell. Ott van. Úgy. Csirke? Ott van. Mentés. Nagyszerű. Készen is vagyunk. Gyorsan írjuk neki egy indítpot. Jába állományt. Létehozom az indítom osztályt. Azt mondja, létehozom el a publikus metódust. String args args. Úristen. Azt mondja, hogy gyorsan átállítom Java nyelvre, hogy jobban lássa. Úgy, úgy. Tökéletes. Csirke. Megadom a nevét. Úgy. Azt mondja, úgy, megvan. Csinálok egy for ciklust. Na nézzük, így kisebb, mint 6. És azt mondjuk, hogy i plusz plusz. Bot, mit csinálsz? Jó, csinálom, azt mondja. Az a betű. Mentés. Azt mondja, nézzük meg. Azt mondja. Get lép, úgy. Jó, elvileg meg vagyunk mindennel. Azt mondja, ide mi beszél két system.out printelem metódust.
Ilyen hosszú metódusokat csinálni. Meg kéne tanulnom gyorsgépelni, de az még valahogy sose sikerült. Úgy. Ja igen, ide pedig beteszünk egy pontos vesszőt. Egy. Azt mondja, hogy mindig akartam ide egy leállító utasítást. Na, az majd legközelebb. Hirtelen nem jut eszembe. Mentem, azt mondja. Úgy, ezt is elmentem. Indítom. Mentsük el. Úgy. Tökéletes. Ezt kimásolom. És nézzük meg, jól csináltam-e meg. Azt mondja, D2-es pont, CD. Talán egy-két hét is megérkezik az új merev lemezem, és föl tudom tenni a legújabb NetBeast-t. Akkor abból is tudok bemutatni példákat. Azt mondja, hogy is van. Javac. Csirke. Vajon hány hibát követtünk el? Ó, egy rakhatot. Igen, mert egy csomót 49-es sorba kihagytunk egy idézőjelet. Már látom is. Azt mondja, 40, 49. Úgy van. Ott lemaradt egy idézőjel. És ez legenerál nekünk hány darab hibát? 6 hibát. Tegyük már ki teljes képernyőbe, ti is jobban lássátok. Na, mácska egy hibánk van, a 27. sorba valamilyen szimbólumban van. Printeren string. A 27. sor tüzetesebben meg kell néznem. Te vagy az. Sziszepotot printeren. Ez pedig jól ne tűnik, valószínűleg itt az ékezetes E betű miatt akadt ki. Megpróbáljuk még egyszer lementeni. Vagy bocsánat, lefordítani? Nem. Ja, rosszul írtam, kimaradt a T. Print ellen. Nem is baj, kijavítottuk azt az E betűt. Úni, ez sikeresen lefordult. Akkor az indítomot is le kell fordítani. Ó, ott már a végéről lehet egy pontos veszőt. Ez való igaz. Mentjük el, próbáljuk meg újra. Igen, itt miután másoltam. Print, kimaradt mindkét erről a T betű. Na nézzük, tökéletes. Ja igen, nem statikus debuda, a public static. Igen, én annak statikusnak kell lennie. Jó van, na. Annyiszor írtam le, és mégis el tudom rontani. Na nézzük. Na még egyszer. Ó, tökéletesen üzemel. Tegyünk bele egy kis easter egget. Mondjuk azt. Mondjuk azt, hogy ide beteszünk egy számlálót. Ezeket pedig egy kicsit átírjuk úgy, hogy visszatérnek egy boolean értékkel.
És itt azt mondjuk nekik, te hogy is. Úgy. És itt el kell tudni neki számlálni. Azt adjuk neki. If. Igen, ezt lefutatjuk. Igen. De nem, elég, hogyha beleteszik fel a hazás szerkezetbe. Mindjárt meg is látjuk. Le is fut, visszatér a fa az értékkel. És azt fogjuk neki, hogy ha ez falsz, tehát ezt megállni kell, akkor számláló plusz plusz. Úgy. De nem. Visszavonom az egészet. Nem is ide teszem a visszatérő értéket. Nem is ide teszem a visszatérő értéket, hanem ezeket visszateszem Voidra. Az összes return utasítást kitörlöm. Jaj, az kell nekünk. És azt mondjuk, hogy tüdödű. Ez lefut, de csak egyszer. És nem is ide tesz ezt a számlálót. Hanem ide teszünk neki egy ilyen tét. Ez visszatér. Ilyen tét. Válasz. Egyenlő null. Úgy. Na most ha rosszat csinál, akkor a válasz egy lesz. Ctrl-C. A kapírgálás jó, a tojik jó, a butaságot az rossz. Viszont a break elé kell betenni, különben nem történik semmi. Úgy. És egy tojik is ró. Ah, megvan. De azt mondod, hogy system.exit 0. Ezáltal leállítsuk a futó programunkat. Igazából sose jutottuk a defaultákra. De nem baj. És miután nem tesz ki ide break utasítást, ugyanis a system mondta ezért, hogy kilépek a rendszerből. Oké, ide visszajövök. Betesz ki ide egy számlálót. És azt mondom, hogy if számláló. Egyelő, mondjuk 10. Akkor kiírjuk system.out.println, hogy már azt a buta csirkét majd megtanulja. Úgy. Bezárom.
És ezzel újra kinullázzuk ezt a számlálót. 0, úgy. És akkor itt azért kevés lesz a 6 darab 6 kör, ezért azt mondom, hogy legyen 20 körös példánk. Nézzük meg újra, ugye már módosítottam két osztályt is, ezért mind a kettőt lefordítom. CLS, törjük a képernyőt. Nem. Először csikét fordítjuk le. Ó. 33. sor hiba, hiányzó visszatérő érték 33. sor. Ja igen. Igen. Ide be kell tennünk egy return. Return. Mi az? Hova tettem? Válasz. Igen, nem tértünk vissza. Azt elfelejtettem az előbb megcsinálni. Tökéletes. Most lefordítom az indítomot is. Nem találjuk a szimbólumot. Azaz, nem találjuk a változót. Bírítom el? Az kises, mert ez egy mező. Nem osztály. Na, most már jó lesz. Majdnem. Ő mindig nem találja. Azt mondja. Azt mondja, hogy hihetetlen sorba hiba van. Pedig teljesen jónak kellene lennie. Létrehozom. Adod neki kezdőértéket, így van. Jó helyen vagyunk, mint teljesen jó helyen. Így van. Létrehozom a csirkét, megkapjuk a nevét, létrehozunk egy számlálót. De fölteszem azt is a létrehozó sorba. Úgy. Na, hát akkor próbáljuk újra lefordítani. Tökéletes lesz, nem tudom mit toltam el, valószínűleg valahol helyesírás hibát követtem el. Na nézzük, hogy hogy működik a programunk. Azt mondja... Teljesen jó. Futásukra még egyszer. Hát úgy látszik, hogy éppen ez a 20 sor kevés ahhoz, hogy hibát generáljunk, ezért kitolunk vele. Hova is írtam? Így van. Ha mondjuk négy butaságot csinál egymás után, akkor írjuk egy hiba üzenetünket. Lefordítom újra. Töröljük. Azt egy jó csináltuk, igen. Ó, de buta vagyok. De számláló. Azt sose fog nőni.
Ugyanis a mit csinálsz metódus, az nem tér vissza. Azaz visszatér, csak mi nem kezeljük le. Hajaj! Úgy. Így már azért talán jobb lesz. Elfelejtettem beletenni. Lekezeljük. Talán most már jobb lesz. Á, itt már kettő rosszat is csinált egymás után. Á, túl kevés ez nekem. Te buta vagyok. Oda plusz egy előtt kéne tennem. Mert ez mindig egy lesz. És miután egy lesz, ezért sose lesz 2, 3 vagy 4. Le kell fordítanom újra. Úgy, és most tudom lefuttatni. És most már jó lesz. Azaz, ott vannak mi kis hibánk. Na nézzük még egyszer. Na, ennyi lett volna a csirke osztályunk. Igyekszek majd még pár hasonló dolgot kitalálni, hiszen nem olyan bonyolult, elvileg használunk benne, gyakorlunk benne mindent. Láthatjuk, hogy hogyan működik, hogyan csináltam. Gyakorlatilag ebből áll egy program fejlesztése. Nos, köszönöm a figyelmeteket, ha van pár ötletetek, hogy esetleg milyen osztályokat kéne még megcsinálni, ismerek pár játékot, amit így meg tudunk csinálni, például kőpapíróló, lottó, ezeket meg fogom csinálni, ugyanis ezek rendszeres feladatai voltak különböző érettségi feladatonnak, illetve ZH-nak, ugyanis jó benne lehet a kavarja tanulókat. Ha van pár kérdésetek, vagy van pár ötletek, hogy miket lehetne csinálni, írjátok meg nyugodtan kommentbe. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!